A hétfői kánikula idején rengetegen látogattak el az újvidéki fürdőhelyre. A strandolók többsége pedig nem ment el üres kézzel a bejáratoknál, elhelyezett átlátszó dobozok mellett. Több mint 2,5 ezer euró értékben gyűlt össze adomány. A pénzt a súlyos bőrbetegségben szenvedő 13 éves Péter Váradi, Natasa Ilic szüleinek adták át. A kislány kezelésére havonta mintegy 30 ezer dinár szükséges. Želim da se zahvalim svim sugrađanima, svim novosađanima koji su prošli ponedjeljak bili na štrandu, dali svoj doprinos u ovoj akciji, dali svoju donaciju. Suma je znatna, tako da će nam znatno biti olakšani troškovi njenog liječenja. Nem csak kapni, adni is jó. A humanitárius hétfőt Újvidék polgármestere is népszerűsíti. Pozivam novosađane da se još masovnije priključe ovoj akciji, ali ne vidim ništa lepše šta možete da učinite nego kada nekom pomognete na ovaj način, bar malo da im olakšamo život, bar malo da se osete da imaju podršku od zajednice. A fürdési idény végéig hétfőként, később azonban minden nap ingyenes a belépés a strandra. Önkéntes adományokat gyűjtenek minden hét első napján más gyermek számára.